A kitekintés szándékosan tág, egy teljes európai körképet igyekeztünk adni, hogy mi várta a mongolokat a korabeli Európában. Az a helyzet, hogy ez hiába látszólag a saját történelmünk, valójában a civil szféra biztos, hogy nagyon keveset tud róla a 13. századi Európának a viszonyairól. Ugye ez általában abban a önsajnálatban szokott manifesztálódni, hogy Európa bennünket mindig cserben hagy. De hogy mi történik Európában, és hogy miből is áll Európa, arról meg nagyon kevés tudása van az átlagembernek. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon elgondolkodható áttekintés Európa bajairól, lehetőségeiről, amiből ki fog tűnni, hogy még olyan nagyhatalmú uralkodók is, mint a német-római császár vagy az angol király, valójában elég szerény erőforrásokkal rendelkezett a korabeli hadi viszonyokat tekintve, és nagyon kicsi lehetőségeik voltak bármiféle problémának a megoldására, még a saját portájukon is, a saját országuk határain belül is, nemhogy más államoknak segítséget nyújtani ilyen rapid módon. Tehát ez egy teljesen irreális elképzelés a korabeli viszonyokat tekintve. Megpróbáltuk ezt elég széles körűen körbejárni. Azt kell mondjam, hogy ha a mongoloknak gusztusa támadt volna tovább menni, hát nem sok mindenki tudott volna ezzeli akadályt gördíteni a korabeli Európában. Szerintem az is egy nagyon jelentős része, hogy nem fejeztük be a történetet 1242-ben, amikor a mongolok elmentek, kivonultak az országból, hanem bemutatja a könyv, hogy Kelet-Európában hogyan rendezkedett be a mongol birodalom, mit tudunk a mongol utódállamokról, mi volt a Nyugat, illetve Magyarország reakciója erre, hogyan próbált megvédekezni, mert erről is például elég keveset tud adott esetben a civil szféra, illetve ami talán még egy nagyon érdekes dolog, hogy felmerül sokszor a nem történész körökben is a második tatárjárásnak a kérdése. És van például egy nagyon érdekes fejezet a második tatárjárásról a kötetben, amely pontosan elhelyezi ezt a második tatárjárást a kelet-európai mongol berendezkedés kérdésében, hogy a mongolok miért támadták meg Magyarországot, hogy törtek be, és mi a jelentősége ennek a betörésnek. Ez például egy teljesen új tanulmány, ezek az eredmények még nem jelentek meg felől máshol magyarul.